Na, sziasztok! Aki nem ismerne, egy pár szóval Újvári Bence vagyok. Engedjétek meg, hogy tegeződjünk, mert szerintem mindenki elég fiatal ahhoz, hogy ez működjön, és így lesz a legegyszerűbb. Pár szót magamról. Ebbe az évben, 2023-ban lesz 18 éves a harcsázás iránti szenvedély. Ugyanis én megjártam normálisan a szamár létrát, és kisgyerekkorom óta elkezdtem ezt a spitzbotozást, meccsbotozást, picker, féder, így alakult. Aztán leköltöztünk, Vácot születtem, ott is éltem 21 éves koromig. Leköltöztünk Kisvácra, és szomszédban volt három velem korú srác, körülbelül megbeszéltünk egy dunai féderezést, mert a nagyszüleik tartottak jószágot, és volt trágya, ástunk, gilisztáltunk, nagyon fasz a lótetűt, akkor még ugyan nem harcsára, csak így márnázgatni mentünk. Igen, ám, de nem volt világító patronunk, és én úgy tudtam, hogy a szomszédban lakik egy srác, aki nagy pecás, és mondom, átmegyek hozzá, kérek világító patront, itt áll az első sorban, amúgy kék pulóverbe, ő a SZISZ barátom, és átmentem hozzá, akkor voltam olyan 13 éves, hogy adjon már világító patront, és épp harcsázó botokat szerelgetett. Na hát ott én így kézbe vettem, ilyen dambotjai voltak, baszom nagy orsóval, vastag, monofil zsinórral, egyből megtörtént a szerelem. Aztán némi illegális dolgokat kihasználva sikerült 14 évesen kiváltani a felnőtt engedélyt, mert egyébként nem horgászhattam volna harcsára, de szerencsére a horgászboltos az haver volt, aztán megírta, nem volt ezzel probléma, nem kellett betölteni a 18-at, és akkor elkezdődött ez a harcsázás, és hát ugye most lesz ennek már 18 éve, azóta, hát azt tudom mondani nektek, hogy a horgászataim 98%-a az csak a harcsáról szól. És ugye megkérte Zsolti, hogy tartsak egy előadást, és arra szeretnének benneteket kérni, hogy ez nem azt szeretném, hogy valamiről mindenáron előadok, hanem ez legyen egy interaktív, beszélgetős, ezt úgy hívom, hogy szakmázás. De lesz fő csapás irány, ugye az volt a címe, hogy ahogyan én harcsázok. Szóval kérlek benneteket, hogyha bármikor kérdés van, itt a Zsolti mikrofonba föl lehet tenni. Igen, ha valaki a kérdésen ezt tegye fel kezét, mivel iskolában, én oda megyek a mikrofonnal, és akkor úgy hallja a kamerát, és akkor mindenki a kérdést. Na és igazából bele is vágnék, hogy az volt a címe, hogy ahogy harcsorgászat, hogy én csinálom. Azt tudnotok kell, hogy mivel nagyon megfogott ez a téma, ezért az összes fellelhető szakirodalmat én mindig beszereztem, elolvastam, megnéztem. Soltész Kálmán itt volt előbb, neki is a könyveit szerintem rojtosra olvastam. Egész téli szezon erről szólt, Kósferi bácsi filmjeit egy nap akár többször megnéztük. Az összes horgász újság összes cikkét elolvastam. És hát én most már tudom, és ez lesz az előadásnak a fő csapás iránya, hogy én ezt mindig az ott leírtakat mindig betegesen be is akartam tartani. Tehát, ami a szakirodalomban volt, én azt mindig erőltettem, hogy már pedig azt a gyakorlatban úgy kell csinálni. Miért mondom ezt? Elég sokan írnak horgászok a saját vízükkel kapcsolatban segítséget kérni, és egy csomószor azt a reakciót kapom, hogy ha teszek egy javaslatot, hogy én mit csinálnék, és jön rá a válasz, hogy de hát ez mondjuk úgy, hogy a nagykönyvben nem így van megírva. És sokaknál azt veszem észre, hogy ugyanazt a hibát követik el nap, mint nap, amit én, hogy ragaszkodnak fixen azokhoz a dolgokhoz, amit lehet, hogy ezelőtt 20 évvel, köszönöm szépen, megírtak, kitapasztaltak, megfigyeltek, de basszus, azóta eltelt 20 év, és ugyanúgy, mint minden más, itt a halak is változtak. Egyetlen egy példa. Ezelőtt 5 évvel a Black Cat-nek a katalógusában nem volt 30 g-tól kisebb ufóz. Most már van másfél grammos. Eltelt mondjuk 5 év, és annyit változott a horgász cikk piac is, hogy eljutottunk a 40 g-os ufóztól a másfél grammosig. Miért? Mert időközben megnőtt a horgászok száma, megnőtt a vizeken tapasztalható nyomás, sokkal jobbak a felszerelések, ezért sokkal több halat szednek az emberek a partra, és a többi, ehhez idomulni kell. Na és ugye, és itt van a nyakunkon a szezonkezdés, mi az a dolog, amiben minden szakíró, minden cikk, minden videó az első perctől a szezonkezdéssel kapcsolatban egyetért. Ha valakit megkérdezek, hogy koratavasszal hova kell leülni horgászni, mit mond a szakirodalom?
Sekély. Sekély. Én ehhez betegesen ragaszkodtam. Szisz barátommal lehoztunk 5 évet az őrbottyáni horgásztavon. Ezt azért mondom, hogy kicsit én gondolatébresztést szeretnék bennetek elkezdeni. Lehúztunk 5 évet, beültünk a tónak a legsekélyebb részére. Egyrészt azt kaptuk, hogy ez a senki nem ül, semmi értelme nincs, nincs ott hal, stb. És abban az időben, hogy igazából voltunk mi ketten horgászok, meg volt a halőr, akinek a halőrnek a tanyája az a gát tövébe volt, egy ilyen 25 hektáros tavat képzeljétek el. A halőr ült a gát tövébe, 3,5-4 méteres vízzel, mi betartva mindent, ami a nagykönyvben le van írva, a kora áprilistól ott voltunk a sekélyben. A sekélyt úgy képzeljétek el, hogy mondjuk egy olyan 4 hektáros rész, olyan tökigérő vízzel kezdődik, és a legmélyebb pontja egy patakmeder, ami egy olyan 3 méter széles sáv, ott volt mondjuk 1 méter 70 centi víz, mindenhol olyan 1,40. Így jól mondom, Szisz egyébként? És képzeljétek el, hogy mi végighorgáztuk az összes péntek szombatot, ott csak úgy lehetett, az egész áprilist, az meg kell nekem? Az egész áprilist volt, hogy már március végétől, ellenben a halőr pedig a tó legmélyebb részén horgászott, ami nagyon fontos kiemelni, hogy ugyanazzal a módszerrel, itt a klasszikus kétbotos behúzós felszíni módszerről beszélünk, Bergmancs és Tupek kutyacsont ki, hogy hívja. Tehát mi ültünk a Sziszel hátul a sekélybe, ahol a harcsának a nagykönyvben megírtak szerint táplálkoznia és tartózkodnia kellett volna. A halőr meg ugyanúgy 4 bottal, mert a feleségének is volt engedélye, ült a tó legmélyebb pontján. Felmelegedő víz, féderbottal, pikkerbottal, meccsbottal úgy fogtuk a fehér halat, mint az ördög. Mi behúztunk éjszakára, ő behúzott, mi reggel lógóra mentünk, ő megmutogatta a képeket, hogy 30, 17, 13, 8. 5 évig kitartottunk úgy, hogy egyszer sem jutott eszünkbe, hogy miért nem eresszük el a sekélyt. És utána elkezdtem gondolkodni, hogy a szakírók most félre akartak volna vezetni mindenkit, vagy mondom itt egy trollkodás van a háttérben, vagy miről van szó. De egyetlen egy fontos dolog szó, vagy így konkrétan nincsen kiemelve, hogy amikor ezek a cikkek, könyvek íródtak, és akik írták, azok mind igazi bogarászós, csónakos pecások voltak, és a szezonban követték igazából a halak táplálkozását. Tehát mi a Sziszel vélhetőleg beültünk a sekélybe, és lehet, hogy hátra úszott oda a hal, lehet, hogy táplálkozott ott egy pici ideig, az öreg csónakos pecások meg mit csináltak, akik írták ezeket a könyveket, akik megálmodták ezeket a sorokat, elkezdték a gödrösöket a csónakból meghorgászni, és ahogy az idő haladt, ahogy a hal vonult, ahogy táplálkozott, követték őket akár a sekély irányába. Mondok másik példát, és ezzel zárójelbe kezd, nem azt akarom mondani, hogy tavasszal nem táplálkozik a hal a sekélybe, hanem ezzel azt akarom mondani, hogy ne tartsatok feltétlenül ki ilyen alapelvek ment, vagy ne tartsatok meg ilyen alapelveket minden áron, úgy, amikor az arcotokban van egyébként döngölve, hogy a másik oldalon, ahol egyébként nem kéne, hogy hal legyen, és nem kéne, hogy táplálkozzon, ott megműködik. Másik példa, palotás, márciusi hétvége. Volt egy ilyen, aki ismeri palotást, vannak ilyen elég nagy benyúló nádak a bálók szélén. Bálom jobb szélén egész hosszan, így a 30-40 méterre bement egy nádcsomó, melligérő víz, brutális fehér hal mozgás rajta. Karika keszeget meccsbottal, spiszbottal gyönyörűen lehetett fogni. Bocsánat. Rengeteg fehér hal, március, 7,5-8 fokos víz. Hát egy a másfél-két órát azon szenvedtem, hogy meg tudjam karózni ezt a kiszögellést. Tudjátok, leszúrod a karót, nem jó a távolság, átmész, átszúrod, szenvedés. És fölraktam egy olyan vörös szárnyút, amit komolyan meg is irattam, majdnem olyan gyönyörű volt. Én tankönyvbe illő, ültem síri csöndbe a bot mögött, és vártam, hogy na majd most akkor erre a rengeteg halra kijön a harcsa. Igen ám, de ugye ezt egy bottal lehetett maximum meghorgászni, másik botot behúztam a senki földjére. Első nap nem értem el kapást, bentről fogtam 2 halat. Nem voltak komoly halak, ilyen 5 kilóig
Másnap változtattam, két kis halat raktam föl. Nem volt kapás, bentről fogtam. Beletekerek a sztoriba, egy hetes túrán fogtam azt hiszem 6 vagy 7 halat bentről, a senki földjéről, a 2-4-es, 2-6-os vízről, a sekély, nádsarkos, kiszögelléses, fehér haltól hemzsegő helyen, pedig kapásig nem jutottam el, úgy, hogy a végén már gilisztával is úszóztam le. Megint csak mi történt? Egy szakirodalom alapján csak azt a nádsarkot kellett volna erőltetni. Mivel koramárcius volt, nem volt sok bojlis horgász, nem volt átmenő forgalom, nem volt zavaró tényező, nem lámpáztam, nem beszélgettünk, semmilyen ok nem volt arra, hogy ne legyen ott a hal, de mégis bent a senki földjén táplálkozott. És meg kellett érnem annyira, hogy ezeket a dolgokat elkezdjem felfogni, és ne feltétlenül az ilyen alapigazságok irányába menni. Viszont azt látom, hogy nagyon sokan ugyanabban a hibában vannak, mint én, hogy például 2 éve írt egy srác, hogy járnak ki egy tóra egyesületi vízre horgászni, és hogy nagyon zegzugos, bedőlt fás, stb. A tónak az eleje, és ott szeretnének harcsát fogni, de hogy jó a csuka állománya a víznek, és hogy csak csukákat fognak, és hogy mit csináljon. Mert hogy az a harcsák tanyája kell, hogy legyen. És akkor mondtam neki, hogy figyelj, ülj be a senki vizére, ülj be a tó közepére, ahol a legszélesebb, ahol egyébként azt mondanád, hogy semmilyen fantázia nincs a vízbe, húzgáljatok be. Ó, a vízém, ne mondjam már, hát kijönnék, én is oda ülnék az akadóba. Oké, de mondom, az elmúlt 10 horgászatban 8-szor fogtál 1,5 és 3,5 kiló közötti csukát. Mondom, én értem, lehet, hogy az tűnik harcsás résznek, de próbálj ezen változtatni. Na, eltelt egy 2 hét, ráírtam, na mondom, beültetek a senki vizére, ők nem. Jó, eltelik egy hét, ő ír nekem 13-as meg 17-es harcsa, hogy ő nem hitt nekem, rászántak egy estét, behúztak és nem hiszi el, 2 kapás, 2 hal. Van benne észszerűség? Azt mondom, hogy nincs, viszont le is fotózta, tényleg olyan hely volt, ahol horgáztak, hogy tényleg az életedet lepecáznád, annyira jól nézett ki, mint a Pölöskei tó körülbelül, felturbózva, annyi akadóval, annyi potenciális helyen. Valószínűleg annyira domináns volt azon a tavon a csuka, hogy egyszerűen a harcsa nem fért ott meg, nem tudta elverni, és egyszerűen a senki vizén lehetett őket megtalálni. Következő sztori. Elkerültünk egy tóra, csak hogy induljunk el ezen a változtatás vonalán. Egy időben berágtam így a magyar horgász társadalomra, főleg itt az Őrbottyánban tapasztalható tagság miatt. Úgy képzeljétek el, hogy ott olyan tagság volt, hogy reggel 4:30-kor arra kelek, hogy brutális füstölős kapásom van, és a 2 letett botom között fárasztotta a kis öreg a 2,5 kilós frissen telepített pontját. Majd amikor számon kértem, hogy mégis mit csinál, akkor még én voltam lebaszva, hogy mi az, hogy én itt még nem mentem haza. És volt ilyenből számtalan sztori, volt, hogy kitiltottak minket egy tóról, mert az 1,20-as átlagmélységű vizen mentőmellény nélkül tartózkodtunk a csónakba, csak azért zárójel bekezd, mert több halat fogtunk, mint előtte más. Tehát volt egy csomó ilyen atrocitás, berágtam, és volt lehetőségem hiszem, hogy 4-5 évig csak az Ebron horgáztam, és egyik barátom fölhívott, hogy van egy tó, hú, el kell menni, tudjátok, szokásos duma, van benne egy nagy harcsa, megeszi az összes pontyot, meg kell fogni. Dehogy megyünk, nem akarok kérni, nem is volt itthon felszerelésem, kim volt Spanyolországban, egy darab kutyogtató botom, körülbelül ekkora, meg egy pergető volt itthon, de menjünk minden áron, jó, kimentünk, 3-6 bottal, 7 darab csalihallal, úgy voltam vele, hogy semmi értelme nem lesz az egésznek, a hátam közepére nem kívántam. Kimentünk, behúzgáltunk, bójás módszerrel. Kijöttem, a 6. botot így kiraktam, kikötöttem a csónakot, csörgő szó, ránézek a haveromra, mondom, te voltál, ő nem. Elmondom, bár pedig ez csörgő volt, az egyik botot egyből letekerte. A 7 csalihallal fogtunk 6 darab harcsát, 10-kor nem volt csalihalunk. Igazából nem voltak benne 5 percet a botok,
már végén egy darab törpeharcsát sikerült fogni, zárója bekezd gondolatébresztőnek, hánytam a dologtól, mondom, nem baj, felrakom a törpeharcsát, életemben először és utoljára, ám aznap este a legnagyobb 16 kilós harcsát asztal a törpével fogtuk. Idén tervezek amúgy egy olyan pecát, amikor csak törpével fogok törzni, törpés vizen kíváncsi vagyok, hogy lesz rá mozgolódás, mert ez is egyébként egy kicsit ilyen gondolatébresztő. No, megtörtént a 6 halas este, fantasztikus, hát mondom, ezt nem hiszem elmondom, Magyarországon lehet még ilyen pecában részt venni az embernek. Jó, elkezdtem újra gondolkodni Magyarországban, következő évben sikerült elmenni erre a helyre, és szintén úgy kezdtem, hogy ennek a tónak a első egyharmadát képzeljétek el úgy, hogy nullától mondjuk másfél méteres a víz, középső egyharmada másfél és 2,5 méter, utolsó egyharmada pedig, mit tudom én, 3 és 5 méter közötti. Megkértem a cimborámat, azon az útvonalon járt el, március vége, mondom, menjél ki, cigizett szívvel egy cigit hallgatózzál. Sekébe forta víz, még a telefon kihangosítva is hallottam, azt mondta, annyi táplálék hal van, hogy át lehetne sétálni rajta, mondom, jó, sehova tovább, elkezdjük itt a szezont. Március benulláztam a sekébe, április benulláztam a sekébe, április végén bejött egy pecás, beült a középvízre, a 3 és feles vízbe, beült, 6-kor, 9-kor jött kifelé, onnan gyorsan megunta, egy horgászboltba jártunk, másnap meséli a haver, hogy hát ők bementek, fogtak egy 8-as, meg egy 12-es harcsát, megint csak olyan helyről, ahol a szakirodalom szerint rohadtul nem kéne tartózkodnia, és köszönték szépen, mentek haza. Na, ezen a tavon lehorgáztam 5 hónapot úgy, bójás módszerrel, mert ugye bójás volt a sikeres, hisz 6 harcsát fogtunk, és még kéne ezen változtatni. Lehoztam úgy 5 hónapot, hogy kapásig nem jutottam el. Majd 5 hónap után úgy voltam vele, hogy hát azért csak nem kéne ezt, nincsen, hogy ezt nem kéne ennyibe hagyni, és hát mondom, nézzük meg, hogy mit tud ez az upóz. Annyit olvastam már róla, mondom, csináljunk egyet. Csináltam a tóparton egy ilyen kezdetleges módszer, behúztam 5 hónap kapástalanság után. Szerintem a 13. barátnőm ment rá a pecára abba az évbe. Minden hét végén ott voltam, és behúztam. És tudjátok, amikor 5 hónapja már nincs kapásod, megijedsz a kapásodban. Lerakom a botot, nem telik el negyed óra füstölős kapás. Úristen, mondom, ez megtörténik. Bevágtam, nem volt 7,80 kg dekás, mai napig emlékszem hal. Viszont a változtatás első órájában meghozta a sikert. Nyilván váltottam, mindkét bottal elkezdtem ufózozni. Ez ilyen, hát hogy volt, ez olyan június vége lehetett ez a peca. Vagy inkább július vége. Július végétől október végéig nem volt olyan horgásztom, hogy ne fogtam volna legalább 2 harcsát. Ugyanazon a vizen, ugyanazokkal a csali halakkal, ugyanazokkal a botokkal, ugyanazokról a távolságokról, csak más módszerrel. Egy kis technikai szünet ki kell fújnom azon. Oké, pedig én beszélek, igen, ez a változtatás, hogy annak idején nekünk volt egy cikkem a Pontyvilágban, változtatás ideje címmel, ott a ponthorgászatban írtam ugyanezt le, hogy sokan végigerőltetik egy horgásztúra alatt ugyanazt a módszert, amit erőltet végig, várja a csodát, hogy történjen, és a csoda általában nem történik meg, tehát nem változtat, és néha muszáj változtatni az, hogy sikert érjünk el. Erről szólt az a pontja cikk, és ez a harcsorgászatban ugyanez van, hogy sokan végigerőltetik 5 nap egy-egy módszert, mert valamikor ott az működött és fogott, és végül nem fog semmit, ahelyett, hogy esetleg változtatott volna. És a változtatás most lehet ez egy helykeresés, egy technikaváltás, tehát minden megtörné az addigi sikertelenséget, mert nem nagyon fog magától megváltozni, legalábbis ritka az, amikor megváltozik a helyzet. És egyébként ez a változtatás, nem kell nagy dolgokra gondolni, ez lehet egy nyuansznyi dolog, egy csali hal méret változtatás. Én régen csak a nagyhal híve voltam, mindig remektem a nagyhalért, Szisze el tudja mondani, én már kapásból, meccsboton tudtam, hogy melyik lesz az én csali halam, mert az összes nagy dévérét el akartam venni, hogy nekem az fog kelleni. És ezen a tavon is erőltettem ész nélkül a nagy halakat. Nagy kárász, nagy dévér, nagy bodorka.
10 centis alatti halat föl se raktam, inkább összepakoltam és hazamentem, mert annyira nem hittem benne. És itt megint egy zárójel bekezd, Kós Feri bácsinak szerintem mindannyian, akik itt vagyunk, köszönhetünk az ő általa átadott tudással. És ezt sem tettem össze, hogyha megnézitek ebből a nézőpontból a Feri bácsi filmét, nincsen nagy csali hala. Nincsen az, hogy mondjuk egy két tenyeres dévért berakta. Bocsánat, csak egész héten itt ötösködtem, aztán kiszállott a torkom. Na, és volt egy ilyen perc, de megint csak azt, hogy ne tanuljatok az én hibámból. És nem tudtam az Istenél se fogni normális csali halat, ilyen ekkora kis örös szárnyú keszegeket. És elmondom, most már nem megyek haza, behúztam vele, és az első este kapást értem el. Nem fogtam meg a halat, de kapásom volt. Mit csináltam a következő horgászatról? Ah, gyere dévér föl! És ilyen dolgokból van számtalan. Mondok egy verseny körülmények közötti, csak kiköhögöm halat. Bocsánat. Levelek. Tavaly előtt tavaszi verseny. Szakadó hóesésbe pakoltunk ki, és imádom erőltetni ezt a mini upózos végszereléket, nagyon érzékeny, kis hallal tökéletesen működik, és sikerült vinni a 30 darab ilyen körülbelül ekkora kárházt. Behúzgáltam a botokat, szomszéd az első körbe összeszedte a zsinóromat, megbeszéltük, hogy körülbelül mi a botom, szektorom széle, oké, újra húztuk, és ott is az történt, hogy verseny elrajtolt, és mondjuk egy óra múlva kapás. Mini upósz, ekkora kárász, 17 kilós harcsa. Ó, mondom, meg vagyunk, jó helyre sikerült ülni. Ha ez lesz az átlag, akkor itt nagyon bepecázunk. Következő kapás, mini upósz, 3 kilós harcsa. Következő kapás, mini upósz, 1 kilós süllő. Mit csinál az hülye horgász, mint én? Eszi a süllő, a kis halat el kell ereszteni. Váltottam, megállt a mini upósz. Ezt azért mondom, mert versenykörülmények között kifejezetten nagy hatása van ezeknek a változtatásoknak. Jó, elkezdtem erőltetni a normál méretű csali halat. Képzeljétek el, felraktál két darab tenyeres kárászt, egész ott nem volt semmi, rá ellenőriztéz 3,5 kilós süllő rajta. Visszaváltottam kis kárászra, újra elkezdett jönni a hal. Ez egy tavaszi körülmény. De mégis hibáztam, mert azért, mert jött egy süllő, mert jó a süllőállomány, mit csináltam, egyből váltottam. Hiba volt, nem kellett volna. Szóval ezt akarom nektek elültetni a fejetekbe, hogy nem minden esetben kell követni azt, ami éppen észszerű. Másik példa, egy kicsit külföld. Az elmúlt 8 évben Covid-ig minden évben sikerült az Ebróba horgászni. Kezdetben mindent akartunk, mint egy igazi horgász, féderezni, bojlizni, csüllőzni, harcsázni és fekete sügerezni, mindenezni. Ez szépen kialakult egy időben arra, hogy éjszaka bójás módszerrel harcsáztunk, napközben meg csüllőzgettünk. De megint átalakult, most már csak hobleres harcsázásra járok ki. 3 év tapasztalat. Az Ebrón, ahogy látjátok a képeket, ugye van az a nagy gát, az alatta lévő rész az a Mekinenza városának a része, fölötte Kaspe. Gát alatti rész, van egy ilyen Y elvágódás, 5-ös vízről lemegy 12-ig, van egy hatalmas gödör, és ezen a sávon oblerrel harcsáztunk, sikerrel 3 évig. Itt klasszikus dobálós pecáról gondoljatok, némi vertikális pecáról, és trollingozásról. Kim vagyunk, első nap, első csorgás, itt amely 15 kilós harcsa, mondom, jó van, akkor nem változott itt semmi, következő csorgás nincs, utána bittan fogtunk egy ilyen 30-as halat, majd 3 napig kapásunk nem volt, de mint a hülyék oda-vissza, ebbe a, mit tudom én, 150 méteres ugorú körbe erőltettük mindenáron a harcsát. Kinn a horgászvezetők, azt tudnotok kell, hogy hagynak egy kicsit szenvedni addig, amíg segítenének bármit. Megkérdeztem az ember, hogy fia, mit csináljak, nem tudunk halakodni. És akkor megnyitott egy sört, így a szomszéd csónakba, egy korty a halaknak, egy korty nekem, ez a titok. Olyan tudod, hogy ez mennyire vehető komolyan, semennyire. Aztán 3 nap után, amikor hagytak minket főni a levünkbe,
elmondták, hogy hol horgáztok. Hát mondom, itt ezen a mély részen, nyár van, meleg van, oxigénhiányos a víz, itt mondom, van 10 méteres vízoszlop, hidegebb, itt kell lennie a halnak. Mondták, hogy jó, igen, ott kéne lennie, és megkérdezték, hogy szerinted mi hol fogjuk őket? Nem fogalmam sincs. 1,8-as 2 méteres vízben. A senki földjén nyáron 28 fokos víztetővel. A szakirodalom szerint kellett volna ott lenni a 1,8 méteres vízbe. Nyáron, ami a kutyoktatás a főszezonja, hol keresik a halat? Gödrökben, legmélyebb pontokon, folyókban lévő legmélyebb részeken. Az Ebro is egy folyó, még ha lassan is folyik, ott is érvényesek a szabályok. Mit keresett az 1,8-as vízbe a hal? Nem tudom, a Harcsa még nem tudta ezt elmondani nekünk, de ha ott nem váltottunk volna erre, most ott nyilván volt azért segítség, meg olyan ember, aki ott él és ott horgászik, de lehet, hogy lehorgáztunk volna egy hetet úgy, hogy ott kerestük a halat, ahol a szakirodalom szerint lennie kell. És egyre több ilyet tapasztalok, egyre több ilyet látok, hogy ezen múlik a siker, hogy az ember el tudja ezeket a dolgokat ereszteni, vagy sem. Másik dolog. Ugye köztudott tény, hogy általában a hal abból a halból táplálkozik, ami a legsűrűbben elérhető egy bizonyos vizen. Illetve az is egy elfogadható tény, hogy ugye ősszel mit csinál a harcsa, nagy testű táplálékot eszik, hogy kevesebb előbefektetéssel minél több táplálékhoz jusson, illetve nyáron, ívás után mit eszik az apró picike halakat. Ugye ez van a szakirodalomban, neki így kéne, hogy történjen. Na most egy pár éve történt egy anomália, egy vizen, ahol ismerősök horgáztak, erőltették azt, amit a szakirodalomban kellett, ezeket a újnyi halakat, kapásig nem jutottak el, egy-két ilyen 0 és 3 kiló közötti harcsát fogtak. Majd jött egy ember, aki nem ismerte a szakirodalmat, megörült egy ilyen 1 kg 40 dekás kárásznak, behúzta nyáron a rekkenőbe, és fogott egy 50 fölötti halat. Ezen felbuzdulva a pecások váltottak, és kinyitották a halcsapot. Mérette a kiló fölötti kárászt nyáron, abban az időszakban a harcsa, a halat, amikor csak feküdnie kéne, és a táplálék bőség miatt igazából csak rászívva előtte lévő vízre és tele lesz hallal, nem tudom. De ennyi volt a siker és a sikertelenség kulcsa, hogy eleresztették azt, ami korábban fontos volt. Egy kis puskát nézek, ha van bármi kérdés közben, akkor ne tartsátok magatokba. Nincs kérdés? Jó, van-e köztetek olyan, harcsafogó versenyeken elindul? Nincs ilyen? Jó, ezt a témát hagyjuk. Jó. Még tovább, hogy most ez a ebrói kitekintést eleresztve, nem tudom milyen film megy a háttérbe. Na, pont jó. Pelletes harcsázás. Varga Vili, amikor én ezt a videót megosztottam, ugye jön a Vili is előadást tartani. Holnap majd. Igen. Elmondta a nem tetszését azzal kapcsolatban, hogy gáz, és hogy ez tök rossz, hogy Európa szerte rá van szokva a pelletre a hal. Tökéletesen egyetértek a Vilivel, és tökéletesen ugyanígy gondolom. Viszont megint csak változtatás. Palotási tó, Laci barátomnak köszönhetően szerintem 8-10 évet lehorgáztam palotáson úgy, hogy évente 2-3 alkalommal ilyen 3-5 napokat el tudtunk horgászni. És viszont helyhez voltunk kötve, mert ő katona, és ott volt egy ilyen honvédségi ház, ahova lehetett menni, és ott horgáztunk, és tehát a helyez ugyanaz volt. Tehát ezt úgy képzeljétek el, hogy az ott lehorgászott évek alatt mindig ugyanazokon a 2-3 dálon kellett a pecát megoldani. Megint csak, hogy a változtatás. És én a minden módszert megpróbáltam, amit lehet. Én ott úsztattam, DV-ríváson, karóztam, ahogy elmondtam nektek koratavasszal, bójáztam, nyílt vizen, upózoztam gödröket,
felszín is tupekeztem, madállyal lebegtetve horgáztam, és soha nem fogtam kiemelkedő halat. Mit is jelent ez? Az átlagos 0 és 8 kiló közötti halakat fogtam, egy évben, mit tudom én, 5-10 darabot a szokásos módszerekkel. Úgy, hogy a szonár, ez teljesen más mutatott. Zsolt, kérek szépen, hogy jó. Bocsánat, gyerek, de úgy kell kő. Na, mindjárt cukorkának. Ez egy ilyen, két hétig voltam ebben, hogy tisztáltam az embert, és kapingjára kő, és nem a tűző, hanem a torgat. Ez egy ilyen nyavaj, ez mindenki benne volt mostanában. Most mindenkit lefertőzött. De nincs más íze, csak ennyi, hogy... Ja. Erről a kapásról azt tudni kell, hogy bevittem a cuccot, ez most volt tavaly nyáron, bevittem a cuccot, az első botot leraktam, és ahogy ott forgolódtam a csónakkal, mondtam a Lacinak, mondom, itt van a bója mögött egy olyan 10 méterrel a harcson, mondom, nem baj, majd 2-3 nap is be fog jönni. Bevittem a másik botot, nem volt benne 2 órán. És elvittem. Utána bejött egy hideg front, aztán oda lett az egész feca, de ettől függetlenül ez... Hogy jött ez? Tehát palotáson horgáztunk, és mindig a hónapnak megfelelő módszereket akartam alkalmazni. Kezdtem ugye upózva a fenék közelbe, puhatestűvel, stb. És mindent kipróbáltam, találtam egy nagyon jó gödröt, benne volt egy régi ilyen elsüllyedt vascső, behatárolható minden. Egyszer szintén fogtam egy ilyen tankönyvbe illő gyönyörű bodorkát, ráhúztam és mondtam, új csörgős upózzal. Szerintem fél óráig forogtam, hogy úgy sikerüljön berakni, hogy volt a gödör, ami körülbelül mint a 3 méter átmérőjű, mindig mutatott benne halat, hogy a viakoloromat lerakjam a gödörnek a szélére, és az upózom az a gödör fölött mozogjon egy gyönyörű bodorkával. Mondom, bármennyi idő lesz, én ezt nem fogom kivenni, amíg nem lesz kapásom. Behúztam, általában pénteken munka után érkeztünk, vasárnap este felé jöttünk el, hát mondom, nem szakítok be fölöslegesen egy viakolort. Bementem, felszedtem, ahogy elemeltem a viakolort, felrobbant a szonár, és ott volt egy becslésem szerint a 80 kilós harcsony gödörbe. 3 napig a feje fölött kevert a vörössze, vagy ez a bodorka, és nem kellett neki. Ilyen sztoriból volt 100 palotásom. És mindeközben a 8 év alatt minden évben fogtak 60-as, 80-as, 90-es harcsákat, mind a bojlisok, bojlival. Gondoltam én, hogy a nagyszámok törvénye, hát bojlis víz, miért kéne ennek másfél történnie, egészen 2021-ig, amikor is mondtam a Lacinak, mondom, figyelj, eleresztettük, mondom, én pellettel fogok etetni, nem fogok pellettel csalizni, hanem nadályt szeretnék kikönnyíteni, hogy nehogy véletlenül az legyen, és most ezt így értsétek jól, hogy megtörténik a kapás, 400 g-os bottal 50-es rinóra odadörrentek neki, indul a life, szedem, és akkor egyszer csak mondjuk így, meg kicsi a horog, felhozok egy ilyen 30-as pontyot, érted, úgyhogy letépem a fejét, és akkor a halőr már puskával lő, meg izé kitiltanak onnan, mert ezt mondjuk látja éppen 500 ember, tehát mondom, ehhez nincsen arcom, mondom, kerüljük el a pontyokat, legyen madája csali, és képzeljétek el, hogy megkerestük a helyet, elkezdtem pellettel etetni, meghorgáztam madállyal, egy napig nem történt semmi, másnap reggel kapás, 12-es harcsa. Gyönyörűen szájszélbe akadva. Most ez azért volt fontos, mert előtte lehorgáztam úgy 8 évet, hogy 10 kiló fölé nem jutottam. Ellenben itt 2 napja tart úgymond a másik módszernek az erőltetése, és már is jön egy 12-es harcsa. Nagyon jó, visszaengedés, etetés, lerak. Aznap délután ott vannak ilyen tök érdekes kapácsi időszakok. Reggel 9, dél, este 6 és az éjszakai időpontok. Itt csak nappali kapásra lehetett számítani, ebben az évben fogtam egy nagyon picike halat este, de egy. Jó,
következő kapás délután 6:30-as harcsa. Gyönyörű szép szájszél, minden. Ha mondom, hoppá, akkor lehet, hogy megérkeztünk. Következő nap csönd. Viszont akkor is már láttam, hogy a bója mögött ott sonfordál egy jó hal. Majd jött a negyedik nap délután 6 órája a kapás, sikerült egy 80 fölötti harcsát fogni. Mind a négy hal minőségében, méretében nagyobb volt, mint a korábbi 8 év. Most ezt képzeljétek el, hogy erőltetsz valamit, mindent megteszel, ami a nagykönyvben meg van írva. Szerintem egyébként nem is csinálom rosszul, és nem tudsz jó halat fogni. Ellenben történt egy teljesen váltás, egy teljesen más peca, és 4 nap alatt megfogsz igazából mindent, amire egy horgász vágyhat. 10 kg, 30 kg, 80 kg. Az egész beszélgetés témája az, hogy ne várjatok ti erre 8 évet. És a Billynek igaza van, hogy gáz, hogy a harcsa palotáson a pelletet eszi, és amikor a feje fölött volt a gyönyörű bodorka, nem kellett neki. De ez már így alakult, ezen nem tudunk változtatni. A kérdés az, hogy erre mi reagálunk-e, és fogunk-e halat, vagy pedig azt mondjuk, hogy jó, hát majd ott lesz 20 napig a feje fölött, hát ha megeszi, amit neki meg kéne ennie. Tehát ez is egy olyan horgászat volt, amikor egész egyszerűen rá kellett arra jönni, hogy az, amit mi szeretnénk horgászok, az nem biztos, hogy az van, amit a halak ezzel kapcsolatban vissza fognak igazolni. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy mindenhol működne ez a dolog, de mivel egy bojlis vízről beszélünk, és tudjuk, hogy itt a bojlisok pénzt nem sajnálva maxolják ki a túráikat, egyszerűen ez egy reakció volt egy olyan dologra, ami ott már így is úgy is hal, ha tetszik, ha nem így alakult. Van-e kérdés esetleg? Nagyon szégyenlősek vagytok. Nézem közben itt a puskának. Jó. Zsolti, neked esetleg valami? Hát, nagyon. Megy a mikrofon neki? Nagyon egyedi volt, és tényleg ez egy jó szemlélet, amit képviselsz, és amit itt elmondtál nekem. Mik a terveid az elkövetkező időkre? Mi a ebbe a szezonban a terved, hogy milyen vizekre szeretnél látogatni, mi az, amit ki akarsz próbálni? Esetleg erről, hogyha egy pár mondatot mondaná, hogy van-e terved videóban, hogy mi az, amit el szeretnél készíteni esetleg? Hát most az érdekes, hogy a Black Cat-tel az együttműködés az most nagyon nagy sebességbe kapcsolt, ugyanis ők most megbíztak 3 videó elkészítésével, amiben majd kapok segítséget, és nem csak én leszek, hanem rendes stábbal fog elkészülni, tehát ez várható mindenféleképpen. Ez viszont a Black Cat-nek a csatornáira fog felkerülni. Ez igazából tavaszi harcsázás lesz, még magam sem tudom, hogy mikor, de az idénnek meg kell történnie. Március végén tervezünk egy közös horgászatot a Kucsák Lacival, aki a Fox Rage-nek a pecása. Szeretnénk egyelőre többet nem árulok el, de hogy az ő stílusát meg az én stílusomat egy kicsit így egymással szembeállítani, hogy ebből mi tud kijönni. Lesz utána áprilisban Leveleken egy verseny, amit Zsolti miatt, a tógazda miatt kötelező jelleggel lehozunk. Aztán megmondom őszintén, hogy tavalyi évben egyre többet horgáztam aktívan, tehát csak ilyen pár órás pergetések, kutyogatások, ilyesmi. Azt mindenféleképp szeretném erőltetni. Akkor esetleg összehozhatunk egy nagy dunai kutyogatást nálunk, ahol én szoktam kutyogatni. Akár, nagyon szívesen. Ezek a fő csapás irányok. Aztán az, hogy most megint úgy érzem, hogy kell egy kicsit így megújulni, és amiről szólt is az egész beszélgetés, az irányába akarok elmenni, hogy megint egy kicsit csavarni a dolgon, és olyan horgászatokat lehozni, ami korábban nem volt, teljesen más módszerekkel, teljesen más céllal. Tehát ezek most a szűk
szűk, előre, előttünk látható fél évnek a tervei körülbelül. Aztán meglátjuk, hogy... Ja, meg hát az Ebróra vissza szeretnék jutni, mert eddig nem, vagy ez a Covid óta nem sikerült. Aztán az nekem nagyon nagy szerelmem, szóval az mindenféleképp. Abból is szeretnék majd egy videót. Hát akkor várjuk majd mindenképp ezeket a videókat is, és szerintem mindenki sokat tud ezekből tanulni. És köszönjük neked ezt a egyszerű kis előadást. Remélem, hogy tetszett mindenkinek. Azt szerintem mindenkinek tetszett. Köszönöm szépen a figyelmet.